Slow Creekben lakom, Illinoisban. Ha valaki kíváncsiakutat akar látni, itt egy. Sokan tudnak róla, nem csak az itt lakók. Ennek a kútnak vannak szabályai. Első, nem mondhatod el senkinek, mit kívántál. Második, jó kívánságot kell kívánni. Néha olyan emberekkel kapcsolatban, akiket nem is ismersz. Akik soha nem hallottak a városunkról, se a kívánságkútról. A kívánságkút. A 10-kor lesz az értekezlet? A nagy jótékonysági est. Design, catering, minden, és persze nem ingyen. Remélem, te kapod meg. Tuti, lenyűgöző vagyok. Még sose csodálkoztál azon, milyen mázlisták vagyunk. Mázlisták? Igen, izgalmas a szakmánk. Klassz lakásban lakunk, bulikra járunk. Sokat keresünk. Igen. Mi a... Lehet, hogy nem erre vágyom. Tegnap este. Az a buli. A végén odaadtam a pluszjegyet az asszisztensemnek. Rájöttem, hogy nincs senki, akivel szívesen mennék oda. Ó, mennem kell. Bocsánat, iszunk majd valamit? Szeretnélek végighallgatni. Igen, persze, sok sikert, légy ügyes. Rohanok. Oh, megjött. Szia. Hello. Oh, még egyszer köszi a jegyet. Nincs mit, lehet, hogy legközelebb mindkettőt neked adom. Tényleg? Telefon? Oh, igen, Mika Sundance-től, Kushiaki Luke, akikről még sose hallottunk, és Zil hívott Bazley-tól. Beszélni akar veled. Angela csapatából valaki? Hetek óta semmi. Mondd Zilnek, hogy úton vagyok, a többieket, meg majd később. Rendben. Á, megjött. Cynthia, összejött már az interjú Angelával? Majdnem. Hát egy millió példányal jelentene többet. Én minden trükköt megpróbálok. Írj kitalált sztorit. Kitaláltat. Mondjuk, azt hallottuk, hogy Angela Indiába megy, és 50 milliós biztosítást kötött a mellére. Ilyet nem csinálok. Tényleg? Miért nem? Mert ez nem igaz. Na és, vagy később kiigazítjuk. De addig tonna számra adjuk el a lapot, és nekünk ez a dolgunk. De meddig lesznek hajlandók szóba állni velünk a hírességek, ha hazugságot írunk róluk? Erin, magunkra hagynál egy percre. Ó, Cynthia, Cynthia, Cynthia. Őszinte leszek hozzád. Mennyi ideje is vagy nálunk itt a Celeb magazinnál? Ezen a hétvégén ünneplem a 10. évfordulóját. Most már más a pálya. Magasabban van a léc. Sokkal több példány kell eladnunk bármi áron. Nem vagyok biztos, hogy kész vagy-e. Pedig biztos lehetsz benne. Mit csináltál tegnap este? Tegnap? Meghívtak egy galéria megnyitójára a McLarebe. Hány A-listás celeb volt ott? Hát ott volt Kirk és Elizabeth. Vagyis egy A-listás se, erről van szó. Nem hívnak meg a nagy bulikba. Viszont itt van Erin, akit meghívtak Brad filmbemutatójára, mint az ő személyes vendégét. Több interjút csináltam, mint bárki a stábban. Mikor volt utoljára címlapsztorid? 4 hónapja, George. De hát 4 hónap egy élet. Erinnek ebben a hónapban is volt, meg az előző 2-ben is. Nézd, én nem szeretnék megválni tőled komolyan, de azt hiszem szükséged van a lazításra. Ezért gondoltam, hogy dolgozza a házi tündérnek. A házi tündérnek? Nagyon jó kis lap. Az is az én magazinjaim közé tartozik. Na persze, nagyon-nagyon messze van az élvonaltól. A celebtől. Csinálj egy interjút Angelával. Nézd, Andrew, azt hiszem meg tudom győzni Bazley-t, hogy tekintélyes összeggel vegyen részt Angela jótékonysági akciójában. Hogy félre ne érts, a Celeb magazin meg van győződve arról, hogy a vámpír denevérek ügye fontos, ahogy Angela is. Ígérd meg, hogy gondolkodsz rajta. Oké, köszi. Figyelj, repülőjegy Chicagóba, kocsi foglalás, Slow Creek térkép, Illinois, és ez nem Indiana. A szállásod a Slow Creek Inn-ben van, de mindent felteszek a Blackberry-re. Jó, ha bárki telefonál Angela stábjából, tényleg bárki, a kutyasétáltató, a természetgyógyász, akárki, azonnal telefonálj. Azonnal, érted? Már elsőre is értettelek. I don't have answers.
Segíthetek? Tudja, merre van a Slow Creek Inn? Hú, a legújabb modell. Szép. Üzleti ügyben jött. A Slow Creek Inn-t keresem. Tudja, hol van? Látja azt a táblát? Szinte az orra előtt van. Szívesen. Bocsánat, köszönöm. Nincs mit. Örülök, hogy találkoztunk. Szentegek, itt akar megszállni? Igen, pontosan. Ó, szentegek, akkor maga... Szinte Tamerlane. Line. Tamerlane, persze, elnézést. Engem Nagy Jimnek hívnak errefelé. Én vagyok a tulaj, a fenntartó és a londiner is itt a Slow Creek Innben. Isten hozta, sokáig szeretne nálunk maradni? Csak egy estét. Ó, de kár. Talán legközelebb tovább marad. Igen, persze. Velem jönne a pulthoz. Itt ide? Is vagyunk. Az első emeleten adok szobát. Nagyszerű. Kérem, kövessen. Itt volnánk. Szép kis szoba. Semmi feltűnő. De kényelmes. Aminek az emberek nálunk. A fürdőt ott találja meg. Ó, és innen szép kilátása van a Kívánságkútra. Arról kell cikket írnom. Ó, szentegek, ez csodálatos. Tudja, sok turista jön ide miatta. Az első dolog tudja, ha valakinek nem teljesül a kívánsága, hogy azt mondják, ah, nem működik a Kívánságkút. De az idevalósiak hisznek benne. Na és maga? Maga kívánt már valamit? Ó, én mázlista vagyok. Mindennel elégedett vagyok. De talán maga kívánhatna valamit. Nem. Én is mázlista vagyok. A nők többsége csak álmodik ilyen életről. Hát akkor tényleg szerencsés. A mindenit neki. Ha szüksége van valamire, kérem, csak szóljon. Kellemes napot. Viszlát. Jól van, kész vagyok. Mit csináltál? Kívántam valamit. Persze. Mit kívántál? Azt titok. Értem. A legjobb kívánságok titkosak, nem igaz? Biztos így van. Szóval, szerinted működik a kívánságkút? Remélem. Sokszor próbálom. Vannak szabályok. Milyen szabályok? Csak két szabály van. Az egyik az, hogy hinni kell. A másik az, hogy jót kell kívánni. Honnan tudom, mi a jó kívánság? Onnan, hogy teljesül. Igen. Na, viszlát, mennem kell. Hello! Üljön csak le, kedvesem! Eszik valamit? Csak egy teljes kávét kérek. Teljes kávét? Már is? Kérdezhetek valamit? A Kívánságkútról akarok cikket írni. Ez remek! Na és hová? A Celeb magazinnak. Miért? Nem ismeri? Láttam már, de a Kívánságkút valahogy nem illik bele.
Igazából egy testvérlapnak lesz, tudja, a házi tündérnek. A házi tündérnek? Maga a házi tündérnek ír. Uramisten! Tudja, a rokonunknak szörnyű depressziója volt, mintha egy sötét felhő lebegett volna a feje fölött. Kipróbálták az összes V meg Z betűs orvosságot, de nem hatott. Egyszer elment a kívánságkúthoz, bedobott 85 centet, és azóta a legboldogabb ember, akit ismerek. És maga szerint a kút tette? Mi más? Viszlát, köszönöm! Köszönöm, Danett! Persze, nem működik automatikusan, a megfelelő dolgot kell kérni. Sőt, ha jól tudom, egy ideig egyáltalán nem is működött. A maga helyében az újságnál kezdeném. Évek óta foglalkoznak a kúttal kapcsolatos esetekkel. Tessék a kávé. És itt van hozzá a tej. Szóval, rávettem, hogy vegyen meg egy fél oldalt egy negyed áráért, egy hónapon át, aztán átigazítjuk. Először nem akarta, persze, de nekem nem lehet nemet mondani. Azt hiszem, nagyon jó bevételt szereztem a krónikának. Elnézést. Segíthetek? Igen, én a kívánságkútról szeretnék írni egy cikket a Celeb magazinnak, és arra miért gondoltam... Miért akarna a Celeb magazin cikket írni a kívánságkútról? Igazából a cikk a testvérlapunknak lesz, a házi tündérnek. Tényleg? Én imádom a házi tündért. Csodálatos újság. Tudja, mi mindent lehet csinálni egy pici szódabikarbonával? Szóval azt szeretném kérni, hogy megnézhessem a cikkeiket. Értem ezt, de meg kell beszélnem a főnökömmel. Nagyszerű. Mennyi időbe telik ez? Mark, lenne egy kérdésünk? Igen. Hello. Örülök, hogy újra látom. Mi a kérdés? A cikket írok a kívánságkútról. A házi tündérnek dolgozik. És szeretném megnézni a cikkeiket. Ugye megvannak? Hát persze. Nézze meg, amit csak akar. Szakmai illendőség, újságírói összetartás. Köszönöm. Tudja, az elmúlt 10 év anyaganyagának nagy része fönt van a számítógépen. Init használhatja azt az asztalt. Tőlem, persze. Ami annál régebbi valószínűleg a raktárban van. Az merre van? Maga szeret ilyeneket kérdezni? Egy könnyű kis séta a fő utcán. Ott vannak felakasztva a kulcsai. Kimegy a bejárat, jobbra fordul, megy pár háznyit, és nem téveszti el. Előbb átnézem, mi van a számítógépen. Van valami speciális szempontja? Csak a hatékonyság miatt. Azt akkor tudom, ha látom. Íróféle vagyok, általában így dolgozom. Azt hiszem, ideje elkezdenem. Ezért Leona Jacobs 99. születésnapja. Jó. Elnézést. Azt hiszem, körül kéne néznem a raktárban. Nem talált szempontot? Még nem. Hátalapunk több mint 100 éves. Ha jól keresi, biztos megtalálja. Mondjuk, mikor egy híres ember jött hozzánk. Ilyesmire gondolok. Az ajtónál jobbra, ugye? Az ajtó aztán jobbra. Nem téveszti el. Ez is csak egy tipikus sztárriporter. Rendes nő ez, csak nem látja, mi az orra előtt van. Azt mondom, híres ember, ő elkéri a kulcsot, és nem veszi észre a leghíresebb ember képét, aki valaha Slow Creek-be jött. Jó napot! Jó napot! Először van itt? Igen, először. A kívánságkútról akarok cikket írni. Elég sok ember jön ide, hogy megnézze a kutat és kívánjon valamit. Sok újságíró is volt köztük az évek során. De nem mindenkinek működik. Már nem túl népszerű. Maga hisz benne? De mennyire? Minden azzal kezdődik, hisze abban, hogy megtörténik. Főleg egy kívánságnál. Na persze, ha az jó. Nagyon köszönöm. Viszlát! Slow Creek-i krónika raktára.
Szia, én vagyok. Mi újság? Szalmakazalban keresem a tűt. Az piszkos, nem? Igen, az. Nem szívesen szakítom meg a szenvedésed, de le kell tennem. Ó, remek. Majd szenvedek magam. Remek. Találkozott Napóleonnal. Nem ártana megnevelnie. Hát ő volt a legjobb megoldás a riasztó után. Akkor ki tudja kapcsolni? Örüljön, hogy nem nézte egérnek. Így repesek miatta. Gondoltam, megnézem, hát ha segíthetek. Kösz, boldogulok. Tudja, ritkán járok ide, láthatja. Elnézést. A családom negyedik generációja óta miénk a krónika. A dédapám alapította 1887-ben. Ez az egy dolog létezik azóta folyamatosan itt. Slow Creek igazi kisváros, de mi szeretjük. Az embereknek fontos az újságunk. Ez adja az identitást, a történelmet. Mennyi történet 100 év alatt? Büszke vagyok rá. Hát, akkor magára hagyom Napóleonnal. Köszönöm. Segíthetek? Használhatom az internetet? Megkérdezem a főnököt. Mark! Igen? Használni szeretné a netet. Persze. Talált valamit? Igen. Miért nem mondta, hogy Ronald Reagan is volt a kívánságkútnál? Tudja, megkímélhetett volna a sok portól, bajtól, pókhálótól és Napóleon piszkától. Hát, Reagan fényképe ott van a kulcstartó mellett. Nem látta? Elutasította a segítséget. Szóval ne hibáztasson, ha azt látom, amit mindenki, aki találkozik magával. Vagyis? Hogy nem vesz észre, ami a szem előtt van. Nem emlékszem, hogy kioktatást kértem volna újságírásból, vagy bármiből. Csak azt kérdezte, miért nem mondtam el, és én válaszoltam. Szívesen? Apa. Igen? 4 dolgot találtam a töri könyvben a holnapi számba. Kell még több? Mondjuk még egy szuper lenne. Rendben. Oh, hello. Szia. Itt marad? Nem, megyek. Elutazom, amint sikerült elküldenem a cikkemet. Értem. Vissza a városba. Ha? Találkoztunk a kívánságkútnál. Értem. Kívánság? Igen. Muszáj. Nem vált valóra, mi? Nem. Biztos.
biztos nem volt jó. Hát tudod, az egyik szabály az, hogy hinni kell. Én hiszek. Lehet, hogy elromlott. Nem tudom. Megpróbálom még egyszer. Vagy nem kéne titokban tartani. Azt mondja. Talán el kéne mondanod. Esetleg magának. Hiszen ha elment, attól még itt titokban marad. Igen. Azt kívánom, hogy apa boldog legyen. Oh. Nem lett volna szabad elmondani. De örülök, hogy elmondtad. Csak én nem láttam, hogy boldogtalan lenne az apád. Tudom. Miattam ilyen. Nem akarja, hogy szomorúnak lássam. De én tudom, mert... nem szeretünk beszélni róla. Várj, van egy ötletem. Én is kívánok. És aztán te is kívánsz. És meglátjuk, hát ha újra működik a kút. Rendben. De magának más kell kívánnia. Ó, rendben. Van 25 centesed? Van. Azt kívánom. Bár tudnám, hogy legyek boldog. Abby! Ajaj. Mi van? Abby! Apa nagyon nem szereti, ha idejövök kívánni. Azt mondja, időpocsékolás. Ajaj. Még itt van? Nem mehettem el a városból úgy, hogy ne kívánjak valamit a híres kívánságkúttól. És Abby megmutatta, hogy működik. A csukla múlik. Jó, de hagyjuk, hadd menjen el Miss Tamerlány. El kell érnie a New York-i gépet. Jöjjön vissza látogatóba, jó? Rendben. Elnézést, uram. Tessék csak. Bár tudnám, hogy kell boldognak lenni. Minden azzal kezdődik, hisze abban, hogy megtörténik. Főleg egy kívánság. Honnan tudni, hogy helyes a kívánság? Hogy valóra válik. Mit keresek én Slow Creekben? Petersburg? Nebraska? Nem vagyok nebraskai. Mi van? Gyerünk, Récs, vedd fel! Halló, senki nem tudja fogadni a hívását. Kérem, a sípta után hagyjon üzenetet. Récs, itt Cynthia. Valami furcsa dolog történik. Vissza tudsz gyorsan hívni? A méret jó, de... Hol a laptopom? Elnézést! Elnézést! Amis, hogy Tamerlány, segíthetek? Igen! Valaki járt a szobámban, elvette a holmimat, mindent, és kicserélte olyan dolgokra, amik nem az enyémek. Nem is tudom, mit mondja. De biztosítottam, hogy a világon senki nem járt a maga szobájában azóta, hogy tegnap aláírta az egyhetes megállapodást. Egyhetes megállapodás? Én nem írtam alá egyhetes megállapodást. Ó, egy pillanat. Tessék. Nem, nem, itt valami tévedés van. De ez a maga aláírása, nem? Nézze, Mr. Nagy Jim, én újságíró vagyok, és ki fogom deríteni, mi folyik itt. Higgy el, a végére fogok járni. Na de... Ha.
Már akinek. Azonnal utána nézek, itt kell lennie a másolatnak. Biztosan? Elnézést! Maga Cynthia Tamerlane? Igen, az vagyok. Megett! Ó, nem tudtuk, merre van. Kérem, próbálja meg itt lenni 7:30-kor. Fogalmam sincs, miről beszél? Hát úgy volt, hogy ma áll munkába. 7:30-kor kezdünk. Én? Itt dolgozom? Igen, maga. Itt. Munka. Nem, ez tévedés. Én egy cikket akarok írni a Celeb magazinnak. Vagyis a házi tündérnek, és... Én imádom a házi tündért. Nagyon jó újság. Tudtad, hogy a paradicsom palántát varjú tojás fölé kell ültetni, úgy nagyobbra nő? Nem, Miss Tamerlane. Én felvettem magát riporternek. Nem. Telefonon beszéltünk. Nebraskából jött. Na jó, itt valami őrült félreértés van. Nagyon őrült. Ideje lenne kezdenie. Kronika! Igen, egy pillanat. Megint Mr. Upshaw, az a Vernon Hírlap Szövetségtől. Akar beszélni vele? Az kizárt. Igen, Mr. Upshaw a mosdóban van. És vissza fogja önt hívni, amint lesz rá ideje. Csak tudja, vitt magával egy magazint is. Igen, lehetséges. Ha készen áll, itt az első megbízatása. Nem állok készen. Én a kívánságkútról akarok cikket írni. Nem kell még egy cikk a kívánságkútról. Több száz cikket írtunk róla már. Ez egy jó sztori. Martin Sixt temetése. Holnap délelőtt lesz. Na jól van, te vetted fel. Tyson Manson irodája. Tyson Manson? Igen, ez Tyson Manson irodája. Nem, dehogy, az én irodám. Óhajt beszélni vele? Nem óhajtok beszélni vele. Vagyis igen, akarok beszélni vele, de nem az ő irodája. Lenne szíves kapcsolni nekem? Mit mondhatok, ki keresi? Ki keresi? Cynthia Tamerlane, azt keresi. Egy pillanat. Cynthia Tamerlane. Sajnálom, Mr. Tyson azt kérdezi, milyen ügyben keresi őt. Micsoda? Megőrült? Akkor legyen szíves és mondja meg neki, hogy az ügyben keresem, hogy ki van rúgva. Azt hiszem, ezt nem értem. Kirúgni, érti? Tyson? Kirúgom, amint visszaértem. Nem, egy pillanat. Most rúgom ki. E pillanatban. Világos? Mr. Bazley irodája. Cynthia vagyok. Ott van Bazley. Ki keresi? Cynthia. Milyen Cynthia? Tamerlane. Tudod kapcsolni? Sajnálom, Mr. Tamerlane. Valami ügynökségtől van? Halló? Miss Tamerlane ott van? Jó, majd akkor telefonálok, ha jobb hangulatban leszel. Hello. Csak üljön le valahová. Kávét? Nagy bögrével. Itt hagyom a kancsót. Tejet? Maga ismer engem? Persze. Tegnap találkoztunk, amikor a városba jön. Igen, persze. Mondtam, hogy honnan jöttem. Nem hiszem. De azt mondta, hogy a Krónikában fog dolgozni Márknál. Ezt mondta? Tegnap? Igen, meg hogy a fogadóban lakik egy kis ideig, és ma kezd dolgozni. Valami baj van? Nem, semmi. Jól vagyok. Hát jó, de ha beszélgetni akar, én lényegében mindig itt vagyok. Akarja, hogy számlát nyissak? Hogy mit? Számlát. Tudja, a legtöbben csak hónap végén fizetnek. Időtakarékosság, meg nincs ez a sok... Hát azt nem tudom. Itt van a legjobb konyha. Ez biztosan igaz, de én nem akarok sokáig maradni. Ha elmegyek, fizetek. Értem, úgyis jó. Az tény, hogy a kávé finom. Nagyon. Akkor csak fogyassza. Tessék, kedves. Köszönöm. Nincs mit. Steve, Mária már is hozom.
Danett! Igen, kedves? Mégis nyisson nekem számlát. Ó, semmi akadálya. Szia, Dan. Jim. Miss Tamerlány. Igen? Van egy perce. Betelefonáltam a szerkesztőségbe, de maga nem volt ott, és gondoltam, hogy itt találom. Igen, meg is talált. Ó, hát gondoltam, elmondom, hogy a csekk, amit tegnap adott. Most hívott a bank, és azt mondta, nincs rá fedezet. Milyen csekk? Az első heti szobaszámlára. Én nem is adtam csekket. És ha írtam csekket, azt nem dobják vissza. Tudja maga, mennyi az én fizetésem? Én a celebnél dolgozom. Oh. Nincsenek anyagi gondjaim, érti? Nem akartam felidegesíteni, biztosan valami félreértésről van szó, nyilvánvaló. Ne féljen, egy ideig lakhat itt ingyen. Ingyen? Nézd, tudom, hogy maga most jött a városba, és Mark kezeskedett magáért. Ó, oh, Mark kezeskedett, értem. Há, igen. Azt mondta, mostantól nála dolgozik. Ez jó, igaz? Így van jól, nincs semmi probléma. Majd találkozunk. Danny? Jim? Van még néhány üres hasár. Az én hibám, hogy késésben vagyunk. Az iskola bizottsági cikk kész van. Mi van a meteoreső sztorival? Holnapra kész lesz. Remek. Betesszük pénteki vezérciknek. Az gyönyörű lesz. Azt hiszem, itt valami félreértés van. Beszélhetnénk egy pillanatra? Mondja csak. Négy szem közt. Mindjárt folytatjuk. Remélem kész a munkára, mert félreértésekre nincs időnk, és ránk fél a segítség. Igen, de azt akartam kérni, hogy ismételje meg a fizetési feltételeket. Kezdő átlag. De... Így beszéltük meg a telefonban. Igen, de akkor is... Maga bejött ide reggel, összehordott mindenfélét, aztán elment, és most visszajött, de közben bejött nagy Jim, és azt kérdezte, maga az újságnál dolgozik. Én mondtam, hogy igen, nem is értem, hogy miért tettem. De a kérdés marad, akarja az állást? Nem emlékszik, hogy tegnap találkoztunk? A város lakóinak fontos ez alap. Nekünk meg fontos, hogy megbízható emberek csinálják. Megkérdeztem, merre kell mennem. És itt mindent mi csinálunk. Mi vesszük fel a telefont, mi csináljuk a riportokat, mi csináljuk a tördelést, és mi is adjuk el. A raktárba mentem. Rengeteg munka van, vagyis nincs vesztegetni való időnk. Megnézni a régi számokat. Senki többet először, másodszor. Igen, igen, akarom az állást. Jó, remélem. Mint mondtam, az első munkája Martin Six temetése. Holnap délelőtt. Gondoltál már arra, milyen mázlisták vagyunk? Mázlisták? Ó, oh, itthon vagyok. Nem hiszem el, itthon vagyok. Csak álmodtam. Rémálom. A fedélzeti kaja meg az álmosság. És itt van Rachel. Persze, hogy itthon vagyok. Álva Istennek! Ennek semmi értelme. Egyáltalán semmi. Tyson nekem dolgozik. És a barátom. Biztos? Tényleg a barátom? Barátaim ezek az emberek? Azt nézik, ami nekem a legjobb? Ez tényleg az otthonom? Mi ez itt? Ez nem én vagyok. Ez nem az én életem! Habár Mr. Sixnek csak néhány barátja volt, azok közül, akik ismerték, Mary Williams ismerte a legjobban. Ő szeretne szólni pár szót, mielőtt elhelyezzük Mr. Sixet végső nyughelyére.
Méri. Köszönöm. Apám a koreai háború után ismerte meg Mr. Martin Sixtet. Akkor nem tudták, de mindketten megsebesültek Porkchop hegyi csatában. Sőt, majdnem meghaltak mind a ketten. Mikor apám találkozott vele, Martin elmondta, hogy nincs se családja, se pénze, se hely, ahol lakjon. Nem is akart más, csak hogy meghúzhassa magát a garázsban. Csak ameddig sikerült talpra állnia. Apa azt mondta, jó, de nem túl kényelmes. Nincs meleg víz, csak egy csap, és egy csupa villanykörte. Martin azt felelte, jó lesz az. Nem vagyok én igényes. Így megegyeztek. Kezet fogtak rá. Martin 12 dollárt fizetett havonta, ameg ott lakott. Emlékszem, gyerekkoromban nem sokat láttuk Martint. Akkor egyedül volt. Később, amikor férjhez mentem, elköltöztem, és saját családom lett. 93-ban meghalt apám, majd anyám követte őt 98-ban. Így kiadtuk a házat. De képzeljék csak. Martin Sixt még mindig ott lakott hátul. És fizette a havi 12 dollárt a hónap első napján. Sose tartozott. Egyszer se. Apámmal megegyeztek, és ehhez tartották magukat. Én természetesen úgy éreztem, kötelességem ezt tiszteletben tartani. De Martin most elment. És az a szomorú, hogy nem tudok róla többet, mint amit elmeséltem. A város lakóinak jó része a létezéséről sem tudott. Kisebb munkákat vállalt házaknál, és elégedettek voltak vele. És mindig kifizette a bért, amikor kellett. Mert Martin Sixt betartotta a szavát. És ez jelent valamit. Úgy éreztem a legkevesebb, hogy rendes temetést tartok neki. Igaz, apa? Mosolyog. Hát tessék. Ez volt Martin Sixt. Most akkor kivisszük a koporsót. Megkérdezem a lányt, aki az újságtól jött, hogy tudna-e segíteni. Nem bánom. Köszönöm. Elnézést. Igen? Kevesen vagyunk gyászolók, és gondoltam, hát, ha velünk tartana. Én? De hát én alig... Köszönöm. Nem tud kijönni a temetőbe, ugye, Méri? Nem, nem. Nekem orvoshoz kell mennem. Hát akkor nekünk kell megcsinálnunk mindent. Vasárnap fogok imát mondani Martinért. Kedves magától, tiszteletes úr. Jó ember volt. Hello, Enid. Hello. Hello, Abby vagy, ugye? Igen. Találkoztunk már? Nem emlékszel a kívánásra? Nem, még nem találkoztunk, igazad van. Rendben. Én Abby vagyok. Az apukámi az újság. Örülök, hogy megismertelek, Abby, akinek az apjája az újság. Ő éppen dolgozik. Én meg a történelem rovatot csinálom. Nekem tetszik. Köszönöm. Visszamegyek az asztalomhoz. Rendben. Minden rendben, kedves? Alapvetően. És szeretnék egy pohár Pinot Noir-t. Én is, de sok sima vörös borom van. Az is megfelel. Jó, már is hozom. Kényelmes a szobája? Megteszi. Nagy Jim a volt férjem. Mindig ellenőrzöm, jó munkát végeze. Nem panaszkodom. Tényleg? Pedig sokan teszik. Ha valami gond van, csak szóljon. Mindenre képes, hogy befogjam a számat. Rendben. Megengedi? Persze. A cikiről szeretnék beszélni.
Martin Sixt temetéséről. Igen. Mi van vele? Egyszerűen nem tökéletes. Tessék? Nézze, nem értette meg a lényeget. Újságíró tanfolyamot tart nekem. Ismeri a címlapsztorikat, amiket írtam. Elnézést. Nem a stílusáról van szó, az jó. Hanem a tartalomról, azt hagyta ki. Na igen. Nézze, Martin Sixt semmivel se volt értékesebb, mint bárki más. Zárkózott volt és csendes, de volt becsülete, tartása. Igen. Nem volt híres, de volt valami az életében, amiből mindannyian profitálhatunk. Megtartotta a szavát. Értem. Írja át a cikket, amilyen gyorsan csak tudja. Fenntartom a helyet. Holnapi szerkesztés. Igen, feltétlenül. Nézze, általában nem vagyok ilyen szigorú a munkatársaimmal, de maga jó. Többre képes. A szerkesztőség egész este nyitva. Mark, kész van a kaja? Köszönöm, Danett. Szia! Jó ét, apu! Jó ét, kicsim! Jó ét, Cynthia! Jó ét, Abby! Halló, Krónika! Mr. Upshaw a Vernon Hill lapszövetségtől? Nem, ő most nincs bent. Igaza van. Néha késő estig dolgozik. Pillanat, keresek tollat. Igen? Szóval mondjam meg neki, hogy az ajánlat nem marad fent örökre, és ha van egy kis esze, elfogadja. Ó, ne gondolja! Ezt nyilván tudja. Értem. Átadom az üzenetet. Köszönöm. Szívesebben van itt velem, mint állandóan a babysitterrel. 2 éves volt, mikor meghalt az anyja. Hiányzik neki, ami sose volt. Sajnálom. Semmi baj, jól megvagyunk, mintha mindig kempingeznünk, csak hát... Csak ez nem kemping és nem kirándulás. Pontosan. De rögtön hazamegyünk, ha készen vagyok a számmal. Ez szép dolog. Szerintem is. Szamelány, ezt nevezem én irodalomnak. Hello, Mark. Hello, megvan a következő feladata. A következő munka? Menjen be a rendőrségre és beszélgessen kis Jimmel. Rendben. Parancsoljon. Köszönöm. Nincs mit. Jó napot. A rendőrfőnököt keresem. Az én vagyok, de mindenki kis Jimnek hív. Nagy Jim fia vagyok. Cynthia Tamerlány vagyok, a cele... A Krónikától. A jelentések miatt jött? Igen. Hát, az elmúlt néhány napban volt egy ugatós kutya, egy kutya, ami vonyított, és még egy ugatós kutya, amiről kiderült, hogy azonos az elsővel. Ez 3 incidens. Ennyi? Kaptunk egy bejelentést Mrs. Mullins-tól, hogy Mr. Mullins túl sokáig marad a CJ kocsmában, és azt akarta, hogy küldjük haza. Ezért hívta magát? A nénikém. És a bácsikám nem vette fel a mobilját. Ah. De jobb lesz, ha ezt nem írja meg. Na, Jim nem tudja. Köztünk marad. Köszönöm. Hát, akkor majd találkozunk. Kis Jim!
Hé, kis Jim! Hová mész? Hozzád beszélek! Kis Jim! Figyelj! A sarkon a parkolóra nem működik! Beveszi az emberek pénzét, de nem ad ki cédulát! Ez rablás! Az emberek meglopása! És mit csinál a rendőrség? Semmit! A világon semmit! Botrány! Egyszerűen nem értem, miért nem intézkedik? Incsi! Ó! Tudom ki maga. Maga Cynthia Tamerlane, ugye? Igen, nézze, elnézést, hogyha... Olvastam a cikkét a ma reggeli krónikában. Fogadja nagyra becsülésemet. Gyönyörű volt. És mélyen igaz. A cikkem? Igazán jól ragadta meg. Martin is megdicsérte volna. Imádta a krónikát. Minden nap végigolvastam minden sorát. Mint a legtöbb ember a városban. Na szóval, köszönöm. Nem, én köszönöm, én. I'm feeling good about it. I think I'm ready to start it. I know I made a few mistakes along the way. But that is all behind me. Though it can still remind me of all the things I know I learned along the way. Hello, it's Cynthia. Szia, Rach! Én vagyok az. Miért nem beszélsz velem? Én úgy szeretnék. Lennél szíves visszahívni, amikor tudsz. Nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljek veled. Szia! Kívánsz valamit? Mindig kívánok. De nem tudom, valóra válik-e. Szomorú? Igen, azt hiszem. Megértem. Az apám is az. De ő miért? Mert meghalt az anyám. Tudom, sajnálom. Néha éjjelente hallok valamit. Aztán megnézem, mi az. Az apukám az, és sír. Nem tudom, mit tegyek. Igyekszem annyit segíteni, amennyit tudok. Sokat dolgozik. Biztos hálás a segítségedért. Igen, de az kevés. Én tudom. És ettől szomorú vagyok. Mindenki szokott szomorú lenni. Tudod, mit csinálok én olyankor? Mit? Gyorsan kisminkelem magam. Azt hiszem, mindkettőnkre ráférne egy kis sminkelés. Tényleg? Igen, tényleg. Gyere! Hát, ahogy mondtam, Mark, én szívesen segítenék, de ezek a pénzek városi ügyekre vannak. Az újság is fontos a városnak. Ó, ebben nincs vita, barátom. Szia, apa. Cynthia kisminkel, hogy ne legyünk szomorúak. Csak egy kis játék. Rendben, jó szórakozást. Gyerünk! Nagyon szép ez a lány. Mint az anyja volt. Na, lök már, te jössz. Ez csikis. Vár csak, ha nagyobb leszel, majd kiszedegeted a szemöldöködet is. Az nem móka. Kitépkedni a szemöldököt? Bizony. De az nem fáj.
szépségért néha áldozatot kell hozni. Én hagyom megnőni, és szépen megfésülöm majd. Nem rossz ötlet. Cofot csinálsz belőlük, és divatot alapítasz. Az butaság. Igen, butaság. Ez most olyan, mintha lenne anyukám. Hát igen. Igen, akivel játszol, és tanulsz, és vásárolni mész. Én még ma is szoktam az anyukámmal. Klasszul hangzik. Hú, még van anyukája. Szerencsés. Tessék! Ó, micsoda szépség. Természetes szépség. Igen, így vagyok szép. Na, természetes szépségem, mi lenne, ha itt hagynánk Cynthiát, hogy pihenessen egy kicsit? Rendben. Mit mondasz? Köszönöm, Cynthia. Nagyon szívesen. Köszönöm. Holnap látom? Igen. Jó ét. Jó ét. Mark! Én azon gondolkodtam, akarja, hogy írjak még egy cikket. Hát igen, tudja, gondoltam, írhatna Kimi James öngyújtó gyűjteményéről. Öngyújtó gyűjtemény? Igen, mert neki hihetetlenül sok öngyújtója van. Értem, igen, rendben. El akartam mondani, mennyire örülök, hogy köztünk van. Szép munkát végez. Igen. De mennyire? Akkor mi az a sok kék javítás? Csak segíteni akarok, hogy még jobb legyen. És boldog lesz. Jó ét. Jó ét. Gyere, kislányom. Jó ét. Nagyon kedves. Cynthia. Igen, szerintem is. Olyan, mint anyu volt. Nem. Anyádra senki sem hasonlít. Ő különleges volt. Van olyan, hogy két különleges? Nincs. De másik különleges lehet? Nem tudom. Nehéz kérdéseket teszel fel. Mi vagy te, riporter? Nézze! Ilyeneket adtak a kék ördög nevű cigaretta mellé a katonáknak, amikor a háborúba mentek a 40-es években. Ez érdekes. Melyik a legértékesebb? Egyszer ajánlottak érte $2000. Miért nem adta el? Ez csak pénz. Mióta az eszemet tudom, ezeket gyűjtöm. Értem. Néha játszom velük. Kipróbálom, hányszor tudom meggyújtani őket fél perc alatt. Érdekes lehet. 21 lenne a következő rekord. Azt hiszem, megpróbálom elírni. Akkor híres leszek. Jó ét. Most jön Kínitől? Igen. Érdekes gyűjtemény. Kicsit különc ember. Hát, az enyhe kifejezés. Mondjak valami furcsát Kíniről. Ó, van más is. Nem dohányzik. Halló. Kini Jameshez? Igen, ott találkozunk. Köszönöm. Gyújtsátok ki! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, hagyjátok rá a nyomást! Nyitni! Kini, maga jól van? Én jól vagyok. Elestem, amikor kijöttem. Kificamodott a bokám. Semmit se láttam. Mi történt? Felállítottam az új rekordomat. Elértem a 21 meggyújtást. Aztán láttam, hogy az első túl közel van a függönyhöz. Fellángolt. Hoztam vizet, illetve azt hittem, hogy víz. Ráöntöttem a függönyre. Kiderült, hogy vodka. Attól tartok, minden oda veszett, Kini. Minden elégett, semmit nem tudtunk kimenteni. Semmi baj, Charlie, az én hibám. Van biztosításod? Tavalyig volt, csak elvesztettem az állásomat. Beviszlek az ügyeletre, hogy megnézzenek. Sajnálom, elvittem Abby Dennethez. Mi történt? Sokba került a hírnév. Maga csodás cikket írt róla. Igen, de nem adhatjuk le.
Aha, leállítom a nyomdát, amíg írunk egy függeléket. Ez itt nem semmi, címlapsztori. Nem, túl soká tart. Nehéz lesz, de ha összefogunk, menni fog. Jól van, gyerünk. Szép munka. Remek munkát végzett, mi? Jó reggelt, óriási cikk. Magából első osztályú riporter lett. Nagyon köszönöm, de főleg Mark érdeme. Na jó, itt a következő feladat. A tanács ülése délben. Kéni. Kéni. Jobban van? Persze. És köszönöm, amit rólam írt. Különleges volt. És bár a gyűjteményem is, a házam nincs meg, de megvan a cikke. Minden rendbe jön majd. Muszáj neki, ennél rosszabb nem lehet. Tehát én azt javaslom, csináljunk új emelőt a víztározónak. Finom? És sok. Ezt, ami most van, az őseink építették még 1927-ben. És tartozunk az a Slow Creek következő nemzedékének, hogy jó és sok vízük legyen, még hosszú ideig. Arra szavazok, hogy erre szerezünk pénzt. Támogatom, mindenképp. Aha, jó, akkor szavazásra bocsátom. Ki támogatja? Én. Ki ellenzi? Jól van, az indítványt elfogadtuk. Na kérem, van-e még másnapi rendi pont? Kérdezhetek én is valamit? Csak tessék. Kéni mindenét elvesztette a tűzben. A gyűjteményét, a házát, mindent. Azt szeretném kérdezni, tehetünk-e érte valamit? Hülyeséget csinált, mindig is bolondos volt. Ez igaz, Nelbert, de a mi hülyénk. És most minden elveszett. Mi bajod van, Nelbert? Emlékszel a Connelly házra, nagy Jim? Az a város tulajdona, nem? Mire gondolsz, kis Jim? Gondoltam, adjuk ki neki olcsón, hogy hozza rendbe. Értem. Ezt tekintsem indítványnak? Szabad? Tessék! Krónika? Igen, a meteor eső ma éjjel lesz. A déli égbolton lehet majd látni. Nem azt mondta, hogy elfogadják a kölcsönt. Nincs több biztosítékom. Nem, én nem értem. Nézze, értse meg, nem tudom, hogy lehetne anélkül működtetni a lapot. Hello. Hello. Megírta a tanácsülést? Meg. Valami érdekes? Megszavazták, hogy Kéni megkapja a régi Connelly házat. Gondolom hatott a maga cikke. Lehet, remélem. Hát, köszönöm. Mi a következő feladatom? Mi lenne, ha pihenne egy kicsit? Menjen el Danethez egy kávéra, majd értesítem. Rendben. Megy ma este? Hova? Hullócsillagot nézni. Szinte mindenki ott lesz a Grover tanyán. Onnan látni legjobban a déli eget. Eddig nem terveztem. El kell jönnie. Gyönyörű lesz. 1935 óta nem volt ilyen szép. Nem tudom. Akkor meg velem jön, és nem mondhat nemet. Imádni fogja, és Mark is ott lesz. Annak mi köze van az egészhez? Semmi. Csak minden. Ha nem tévedek, amit sose szoktam.
De olyan... Különben jó ember. Ó, jó ember. Jó, ez tetszik. Vicces. Mi? Ő is ezt mondta magáról. Szerintem ott fog kezdődni. Nem, szerintem arra. Nem, ott kezdődik, fiam. Almutatom, onnan jönnek. Nem, a tévében azt mondták, hogy a várostól délre. Mi a várostól délre? Viccelsz? Dehogy viccelek, azt mondták délre. Hidd el, hogy itt fog látszani. Persze, pont itt. Futás, futás. Micsoda tömeg? Hát persze. Ha ilyet látnak az emberek, megérzik, milyen hatalmas a világ, és milyen kevés időt töltünk ezen a földön, hogy azt tegyük, ami a dolgunk. Miért? Mi a dolgunk? Legyünk azok, akik vagyunk. Fogadjuk el a szerelmet, ha jön. És legyünk boldogok. Ó, csak ennyi? Kedvesem, ez nem ennyi, ez Most minden. Sziasztok, jó, hogy itt vagytok. Olyan, mint egy polgármester. Ah, ez van, ha az ember véletlenül polgármester felesége egy ideig. És sokan hitelben esznek nála. Szia, Danette! Ó, elhoztad Cynthiát is. Na. Jó estét. Ő Cynthia Tamerlány, ő írta a cikket Kinnyről a Krónikában. Nagyon telibe találta a dolgot. Ó, köszönöm, nagyon köszönöm. Na, kellemes estét kívánok. Neked is, Nelbert. Fantasztikus szerkesztő. Belőlem is jobb írót csinált. Mert született tehetségnek tartja. Ah, tudja, az a vicces, hogy mindig jó író akartam lenni. És amióta a magazinnál vagyok, mindig azt kérdezgettem, miről írok? Mi lehetek? Mit akarok? Ah, kedvesem. Tudja, senkit nem ismerek, aki meg tudja változtatni a múltat. De a jövő, az még a levegőben van. Szia, Ebi! Szia, kis Csibém! Oda ül hozzánk. Ó, nem tudom. Menjen csak. Én Nagy Jim meg a család mellé ülök. Többel tartoznak, mint bárki a városban. Itt az alkalom, hogy behajtsam. Keressük meg apát. Rendben. Megtaláltam. Örülök, hogy eljött. Üljön a székembe. Nekem van másik. Tessék, kicsim. Köszi. Mindenki a Keeney ügyről beszél. Örülök, hogy jóra fordul a sorsa. Igen, de maga nélkül nem így lenne. Magának is vannak benne érdemei. Jó. A lényeg az, hogy szeretném... ha nem felejteni el. Bármi történik. Mert maga jó író. Megtalálta az utat. Bárhová mehet, jól fogja csinálni. Pompásan hangzik. Hát, azt hiszem, ezt el kell mondanom, mert biztosan érdekelni fogja. Mi? Holnap eljön egy Upshaw nevű ember, hogy megvegye a Krónikát. Az övé a Vernon hírlap cég. Olyan kisebb lapokat vásárol fel, amelyek anyagi gondokkal küzdenek. Ő szokott telefonálni? Egy ideje üldöz már. El akarja adni? Realistának kell lenni. A Krónika nem pénzcsináló gép. Ha jó évünk van, nincs veszteség. És egy ideje már nem volt jó évünk. Nagy kár. Tudja, az olyan sztorik, mint Keeney-é, még csak rontanak. Ezt nem értem. Upshaw lapjai teljesen általánosak. Alig vannak benne helyi hírek. Megveszik az országos híreket, és azokat adják le. A Krónika és a hasonlók erőssége az, hogy a saját városukról szólnak. Identitást adnak Slow Creeknek meg a többieknek. A dédapám eleve ezért alapította. Az a gyanúm, hogy egyetlen állás marad meg az újságnál én idé, valószínűleg. Az lesz a dolga, hogy ajtót nyisson. Maga nem maradott? Én nem ilyen helyen akarok dolgozni. De imádja ezt a lapot. Igen, de így ki tudom fizetni az adósságaimat. Meg tudom alapozni a lányom jövőjét. Tudja, az a vicc, hogy fiatalabb koromban utáltam a lapot. El is mentem innen, Chicagóba. Beléptem a Heraldhoz, és jól megvoltam. Bekerültem a szerkesztőségbe. Úgy volt, hogy szerkesztőt csinálnak belőlem. Tényleg? Aztán egyedül maradtam, pont mint apa. Úgyhogy hazajöttem, és átvettem a lapot apámtól. Eleinte kemény volt, de a végén megszerettem. Maga remek munkát végzett. Oda nézzetek, kezdődik! Nézzétek, ott húzott keresztbe! Nézzétek! Szebb itt a nézzétek!
Ebi, Ebi, ébresztő, elkezdődött. Na jól van, akkor majd találkozunk. Igen, köszönöm. Viszlát. Jó, itt van. Hát nem volt gyönyörű. Csodálatos volt. Hát igen. Hé, van egy ötletem. Mi lenne, ha elvinném Ebbit, hogy megvizsgálja közelebbről az áfonyás sütit? Ha? Mit gondolsz? Jól hangzik. Imádom az áfonyását. Talán mi is csinálhatnánk valamit. Boldogan! Maga csodálatosan neveli a lányát. Nagyszerű, nagyszerű gyerek. Köszönöm. Voltak nehéz pillanatok, de remekül alakult. Lényegében önmagától mázlista vagyok. Akkor is nagyon nehéz lehetett. Időnként. Sajnálom, hogy elveszíti az állását az újságnál. Ne kérjen bocsánatot. Ahogy mondta, bárhol kapok állást. Szóval eladja? Azt hiszem, azt teszi, amit kell. Úgy érzem, elárulom az apámat, meg az ő apját. Nem is tudom, rossz érzés. Akkor próbálja ki a kutat. Bárcsak hinnék benne. Na igen, a szabály. Hinni kell. Ó, igen? Bizony. És csak is... jót lehet kívánni. Honnan tudom, hogy jó a kívánság? Hogy beteljesül. Úgy látom, Ebi megfertőzte. Igen. És maga is. Az egész hely. Még egyszer köszönöm. Örömmel tettem. Higgy el, régen nem mondtam már ezt senkinek. Ó, talán mégis hiszek a csodákban. Nem hittem, hogy van még nő, akit szeretnék megcsókolni. Az vicces? Nem. Csak tudja, egyszer azt mondta nekem valaki, hogy nem látom, ami a szemem előtt van. Talán már látom. Jobb lenne, ha... Jól van, én megyek ebbiért. Igen, az jó lesz. Jó ét. Jó ét. Upshaw vagyok. Ön kicsoda? Enid. Enid? Hm. És ő pedig? Cynthia vagyok. Cynthia? Jó. Mr. Jones? Miss Riley? Mark az irodájában van. Mark!
Megjöttek! Hello, Mark Jensen. Igen, igen. Akkor bemenjünk az irodámba? Igen, nem tart soká, csak aláírjuk a papírokat. Jó. Istenem, nem hittem, hogy megérem ezt a napot. Mark azt mondta, szerinte magát megtartják a lapnál. Egy nagy frászt! Ha ő nincs, én megyek. Találjanak másik hülyét maguknak ahhoz a vacakhoz, amit újságnak neveznek. Inid! Mi van? Inid, beszélnem kell Markkal. Nem ér rá. Hello! Szia, Abby. De nekem most rögtön beszélnem kell vele. Nézd, Méri, ha panaszt akarsz tenni a lap ellen, kár a gőzért. Nem, ez nem panasz. A lapnak perceken belül új tulajdonosa lesz. Hát akkor pláne beszélnem kell vele. Mi történt, Méri? Amint látja, mindent leegyszerűsítettünk. Legyünk őszinték, maguknak egyszerűsítették le. Én nem akarok erőszakos lenni. Maga hívott engem, emlékszik? Mi történt? Aláírt már valamit? Nem. Ó, apu. Ezt hallania kell. Mit? Már gyere ide, ezt látnod kell. Mi ez? Ez egy végrendelet. Martin Sixty. Van végrendelete? Hát igen, én se akartam elhinni. De átkutattuk a garást, ahol 60 évig lakott havi 12 dollárért, és ott volt, közjegyzővel hitelesített, törvényes. És? Valaki végrendelkezett. Mi köze van ennek ahhoz, hogy megkössük az üzletet? Ha csendben maradna, akkor elmondanám. Mivel Martin 60 éven át csak havi 12 dollárt fizetett, szinte az összes pénzét félretette, amiből jó nagy kupac lett a kamatokkal együtt, és az összest a Slow Creek-i krónikára hagyta, ameddig a tulajdonos és a lap változatlan marad. Imádta a krónikát. Valakinek teljesült a kívánsága. Megmenekültünk. Megmenekültünk! Cynthia. És uraim, közeledünk New York felé. Kérem, csatolják be a biztonsági övüket, és az ülést állítsák függőlegesre. Összejött az interjú Angelával. Tartsák bekapcsolva az övet, amíg a jelzés ki nem alszik. Halló? Visszatértél a vadonból? Rachel! Jaj, ne szólíts így, mintha anyámat hallanám. Pedig hetente háromszor is rátelefonálok. Nem, csak olyan érzés. Felszabadító? Nem tudom. Jól van, kávézunk reggel? Tudod, korán kell bemenni a szerkesztőségbe. Átment az Angela interjú. Ne mondd! Gratulálok! Igen. De fizettest ki Bázlival, hogy elküldött a dzsungelbe. Persze. Várj, Rachel! Miért nem hívtál vissza? Mikor? Rengeteg üzenetet hagytam. Nekem nem hagytál üzenetet, én mindig visszahívlak. Majd hív fel az interjú után, hála Isten, hogy visszajöttél Indianából. Illinois.
Tyson! Jó reggelt! Ó, Isten, ilyen nézel ki! Fantasztikus ez az interjú, én csak tisztázom a dolgokat. Szóval, az új anyag egy megnyitó az impressionista gyűjteményből, az csütörtök, a Bobby műsora pedig péntek. Tyson! Mi van? Minden rendben velem? Veled? Nem tudom, Illinoisban voltál. Ó, jut eszembe, Angela emberei kétszer is hívtak az időpont miatt, ezt megcsináltad. Igen. És mit akarsz először? Adj nekem egy kis időt, jó? Én megértelek. Ez a te napod, egyedül akarsz felkészülni. Csak nyugodtan, én ezt tenném, ha kellene, de nem kell. Úgyhogy nem fog zavarni senki. Készülj csak. Na. Folytasd! Óriási dobás lesz. Á, megjött a Star Reporterem, majd visszahívlak. Itt van ő. Isten, ilyen nézel ki. Köszönöm. Felkészültél? Mi van? Hirtelen már nem is vagyok annyira kiégett? Miről beszélsz? Elküldtél Illinoisba, Slow Creekbe, a kívánságkúthoz. Igen, igen, mert egy kicsit fel akartalak rázni. Írtál egy cikket a házi tündérnek. Nagy dolog. Ja, még nem mondtam, szerintem zseniális volt. Na jó, most úgy érzed, hogy egy kicsit átvertelek, igaz? Ezt az indiánai dolgot befejezted, felejtsük el. Illinois. Ah, Illinois, Indiana. Mit számít? Ideje lenne indulnod, már úton kéne lenned a Ritz felé, ahol találkozol Angelával az interjú miatt. Sörben már megcsinálta volna a címlapszorit. Most mi van? Vagy zsarolni akarsz? Kényszeríteni? Jó, rendben, oké. Megkapod. Mit? Hát az előléptetést. Kineveznek szerkesztőnek, aminek akarod. Te szerezted az interjút, gyakorlatilag lehetetlen feladat volt, úgyhogy megérdemled. És ha nem neveznek ki, jön valami szennylap és ellop tőlem, szóval. Szerkesztő? Mivel én vagyok a tulajdonos meg a kiadó, a szerkesztőség a maximum, amíg elmehetek. Figyelj, indulnod kéne. Angela nem szokott várni, és szükségünk van arra a pár millió példányszámra. Szerkesztő. Igen, szerkesztő. És megduplázom a repi költségedet, de ennyi. Mindent odaadok neked, kivéve a véremet. Kérlek, siess már! Voltál már Illinoisban? Nem. Mindig Manhattanben éltem. Sose vártam olyan fákkal teli helyre. Idegessé tesz. Engem boldoggá. Tartsanak velünk 11-kor a teljes sztorival. Most pedig különleges híreink következnek. Tegnap éjjel a középnyugaton látható hulló csillagzápor sokkal szebb volt, mint várják. Várj! Mi történt? Jól vagy? Vigyél ki a reptérre. Mi lesz az interjúval? Kihagyom. Kérlek, a reptérre. Mark, szia, Abby! Örülök, hogy újra találkoztunk. Biztos ezt akarta mondani. Igen, pont ezt akartam mondani. Nagyon örülök a találkozásnak. Kívánt valamit? Hát akartam, de azt hiszem már valóra is vált. Azt hiszem az enyém is. Velünk ebédelhet, apa? Ó, persze. Ez csak egy kis ünnepség. Fantasztikus fordulat, egy csoda. Pénzt kaptunk, hogy fennmaradjon a krónika. Én benne vagyok. Menjünk. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.